Rettentő mértékű lelkesedéssel és véget nem érő szeretett hullámmal köszöntök mindenkit. Mobilera magazin negyedik évadjának valahanyadik része, és tudom, már rég volt már magazin jellegű műsor, de most sok olyan impulzus ért, ami miatt mégiscsak van értelme kicsit beszélgetni arról, hogy hát az ilyen-olyan kínai webshopok hogyan működnek, és ennek leginkább az az oka, hogy ugye nekünk nagyon sok kapcsolatunk van különböző kínai cégekkel, van, hogy webshopokkal, van, hogy konkrét gyártókkal, és ezekkel állandóan beszélgetünk, meg próbálunk egyezkedni, de ennél sokkal fontosabb, hogy van egy ilyen jelenség, amit most már sokszor megkapok én is itt a YouTube-on, hogyha valamiről rosszat mondok, akkor biztos, hogy lesz egy olyan komment, aki azt mondja, hogy mert nem fizettek neked eleget, vagy valaki más fizetett neked azért, hogy te a konkurencián rosszat mondjál. Ha még valamire jót mondok, akkor meg ugye a másik része van, hogy biztosan sokat fizettek neked azért, hogy itt jókat mondjál. Na most ez nincs így, kezdjük ezzel. És pont azért, mert nincs így, ez engem sokszor bánt, mert most már egy 20 éve úgy próbáljuk ezt az egész dolgot csinálni, hogy tök lényegtelen, hogy ki mennyit fizet, milyen módon, ugye általában hirdetésért fizetnek cégek. Ettől még, ha a termék szar, akkor a szar, ha a termék meg jó, akkor az jó, és nem befolyásolja a véleményünket semmilyen szinten, hogy egyébként az a cég az éppen 88 millió forintot költ el hirdetésre, ez soha nem történt még meg, de nagyon örülnék neki, és még csak az sem befolyásolja a megítélésünket, hogy milyen viszonyban vagyunk egy adott céggel, mert az ugye nem a cégnek a minősítése, hanem egy adott ember vagy embereknek a jó fejsége az, hogy mi egy adott céggel milyenben vagyunk. Tehát rögtön szeretném ezt, nem tudom, sokatszor is leszögezni, hogy nem, itt nem szoktunk mi pénzért csinálni videót, meg más mondani, mint amit gondolunk. És ez az, ami ugye a legnagyobb problémája a kínai cégeknek, meg gyártóknak, akik azt gondolják, hogy hát ezt lehet anyagilag motiválni, hogy egy újságíró, vagy egy youtuber, tehát más mondjon, mint ami az igazság. És ebben ugye nem az a dologban a szomorú, hogy nekem valaki azt mondja, hogy te biztos pénzért csináltad ezt meg azt a videót, vagy azért mondtad azt, mert ő fizetett, ő meg nem. Mert ez mindenkinek a szíve jó, hogy ezt így vélelmezze. Inkább a dolognak az eredője a probléma, hogy miért vélelmezi egyáltalán. És ez nem is az ő hibája, meg tök jogos, meg érthető, hogy miért vélelmezi, hogy rengetegen csinálnak tartalmat az interneten, amely tartalmaknak a jelentős része hát nem mentes az anyagi érdekektől. És hadd mondjak egy példát, ami nemrég bukkant fel szintén a csatornán, amikor a kínai biciklikről volt egy nagyobb lélegzetvételű videó, és ezt elég sokan megnézték. Ott sokszor előjött az, hogy de hát az Engve az máshol mennyire jó értékeléseket kapott, vagy ez meg ez a bringa, ez sok youtuber meg tesztő szerint ez tök jó, és hogy akkor mi miért mondjuk azt, hogy nem, és egyébként is hát most kinek higgyen. És az a helyzet, hogy ebben nekem az a szomorú, vagy az a, nem tudom, rossz érzésem, hogy igen, sajnos az a helyzet, hogy tökre befolyásolni lehet youtubereket anyagilag a tekintetben, hogy miről beszélnek. És ez nem egy magyar jelenség, tehát nem az van, hogy itt Magyarországon mindenki korrupt, mint az állat, és ez történik, hanem világszerte tapasztalató, hogyha kiküldenek egy terméket, egy relatív drága terméket egy random youtubernek, hogy csinálja róla részszíves videót, akkor az a youtuber, ő úgy érzi, hogy hát valami meg kéne hálálni, ahogy ő még csak kapott ingyen egy 400-500 ezer forintos bringát, és hát pozitívabb képet fest le a dologról, mint amilyen az valójában. Na most, és hát persze ugye a másik része az a dolognak, az még mindig megvan ez az affiliate dolog, hogy ugye azzal is próbálják motiváltá tenni, főleg a távol-keleti webshopok a youtubereket, meg influencereket, hogy rajta keresztül adnak el valami cuccot, akkor részesül valami százalékból, ugye ezt hívják affiliate hirdetésnek, és abból tudjátok, hogy affiliate, hogy benne van a videó leírásában, vagy a terméktesztjének a leírásában egy olyan link, ami hát ugye egyből oda viszi a usertől meg lehet venni a cuccot, ez szerintem oké, mert minden lenne benne, de hát ugye egy olyan reflinken keresztül megy át, ami ugye targetálja, hogy honnan érkezett a vásárló, vagy az érdeklődő, és akkor utána hát mindenféle jutalékot kap az ember. Na most ez szerintem nagyon torzít, nagyon káros, és nagyon szomorú, hogy ez így működik,
És hogyha most nagyon alapos vagy, akkor fogsz nálunk is találni ilyen reflinkeket. Nem csak, itt a YouTube-on nem nagyon, de a cikkeinknek a végén, amikor odaírjuk a termék befejezésekor, hogy itt meg itt lehet megvenni, akkor mi is használjuk ezeket az affiliate linkeket. De mi nem azért használjuk, hogy ebből jutalékot szerezzünk, hanem azért használjuk, mert a kínai webshop az ennek a módszernek a segítségével tudja mérni, hogy mennyi sok látogatót kapott annak az eredményeképpen, hogy küldött nekünk egy terméket, és azt leteszteltük. És akkor azt mondja, hogy neki ez a legegyszerűbb módszer, hogy ezen az affiliate linken keresztül csináljuk. Jó, akkor így csináljuk, pont tök mindegy, de hát nem az a lényeg, hogy most egy 40 dolláros headsetnek az 1%-át megkapjuk, hogyha rajtunk keresztül már alás. Egyébként hát jellemző nem szokott lenni, de tegyük fel, hogy mondjuk van. Lényegtelen, tehát hogy nem ez a bevételi forrásunk, vagy nem ebből éldegélünk. Szóval mi az affiliate-et azt azért csináljuk csak, mert külön akarják, de magunktól, meg anyagi érdekektől vezérelve tökre nem akarjuk ezt csinálni. Na, de ugye most eltelt némi idő, amióta legutóbb beszéltem erről az egész jelenségről, és szerintem a dolog sok szempontból eszkalálódott. Egyrészt mindenképpen azt kell lássátok, hogy valamiért nagyon úgy néz ki, hogy egy csomó kínai webshop meg márka az úgy dolgozik, amikor a marketingről van szó, hogy hát ők hamar rájöttek arra, hogy a marketing legjobb formája az, hogyha terméktesztekként jelennek meg anyagok bizonyos termékekről, és nem pedig vesznek egy jó drága hirdetést, mert a hirdetésre valószínűleg kevesebben kattintanak rá, mint egy terméktesztre, és egyébként is nem lehet mérni annyira jól a hatékonyságát, mint egy konkrét tesztnek. Éppen ezért tukmálnak, tehát hogy jönnek és mondják, hogy teszteld azt, kiküldjük neked ingyen, csak teszteld nyugodtan, és nekem nagyon sok ilyen céggel van kapcsolatom, és ezek rettentő felemások. Egyrészt vannak azok a webshopok, meg azok a kínai entitások, akik egyszerűen nem értik. Hiába magyarázod el, hogy figyelj, elküldheted a terméket, köszönjük szépen, lesz róla anyag, de nem küldöm el előre a tesztet, hogy mit fogunk róla megjelentetni. Nem lesz benne ez meg ez a hashtag, amit te annyira szeretnél, mert nem csinálunk ilyesmit. És egyébként meg ez egy őszinte review lesz, és hogyha a termék nem fasza, akkor kobolcs le lesz írva, hogy ne vegye meg senki, és akkor igazából te kidobtad az ablakon ezt a terméket, mert nem lesz belőle túl sok vásárlásod. És nem, ez nem megy át, tehát hogy akkor így meglepettség van, hogy hát jó, de hát mi ingyen oda küldjük. És akkor én le tudom zárni ezt a dolgot, hogy figyelj, akkor ne küld ide. Tehát hogyha neked az a feltétele annak, hogy te kiküldjél egy terméket tesztre, hogy arról csak a jó dolog jelenhet meg, akkor küld máshová. Tehát akkor ez itt nem fog megjelenni. Van a másik kategória, akikkel már régóta dolgozom együtt, azt hiszem a TomTopnál van egy lány, aki furcsa módon most már évek óta a TomTopnak a kapcsolattartója az európai, nem tudom, sajtóval, vagy a magyarországival, nem tudom, de hogy ezek a kínai lányok nagyon sokat cserélődnek bizonyos cégeknél, meg van az, hogy az egyik eltűnik az egyik helyen, felbukkan a másikon, és ugye csak azért tudom, hogy ez ugyanaz, mert ugye ők választanak maguknak angol nevet, és akkor a June, meg az Amy, meg a Cynthia, meg mit tudom, ilyen nevű csajok vannak marketingesként ezeknél a cégeknél, az egyik helyen eltűnik, két hónap múlva ír egy e-mailt, hogy na hát, de rég beszéltünk, képzeld már, egy másik cégnél dolgozom, vegyük fel a fonalat, és milyen együttműködést ki tudtunk kitalálni. És akkor mondjuk ő egy lézergravírozó cégnél dolgozik, hát ez semmilyen együttműködést nem tudok kitalálni. Volt egy csaj, azt hiszem ő gírvesztes volt, aztán volt a nem tudom, valamelyik kerékpárgyártónál, az Adó e-bike-nál, onnan is elment, és a múltkor egy olyan levéllel támadott be, hogy hát küldene egy olyan kesztyűt, ami melegíti a kezet, és hogy teszteljük. És hogy miért gondoltad? Tehát, hogy mi közöm nekem egy kesztyűhöz? Mennyire lehet tesztelni egy kesztyűt? Tehát, hogy néha teljesen el vannak így tévedve. Na de visszatérve a TomTopos csajra,
vele nagyon régóta egyeztetünk mindenféléről, és ugye ő általában hát ilyen ajánlásokat küld, hogy ő szerinte milyen akciók vannak náluk, ami jó, és mi megírhatnánk adott esetben. És amikor látom, hogy tőle jön egy üzenet, akkor tudom, hogy ez egy hosszú, hosszú kör lesz, de nem azért, mert ő nem értené meg a dolgokat, hanem azért, mert nagyon nehezen választunk, meg azért is, mert tehát ő még azt az effortot se teszi bele abba, hogy amikor átküld egy akciót, hogy szerint ez egy jó akció, hogy körülnézzen a neten, hogy másnál ez a cucc mennyibe kerül. És van ilyen, hogy azt mondja, hogy figyelj, itt van ez a tök jó, nem tudom én, porszívó, ami nálunk most ilyen olcsó, meg olyan olcsó, vagy ez a bringa, vagy nem tudom, és akkor megnézem, rágooglizok, és itt csomószor van, hogy kiderül, hogy Magyarországon veszed meg még olcsóbb is. És akkor visszaírom neki, hogy figyelj, hát én értem, hogy szerinted ez egy jó ajánlat, de itt van olcsóbban. Akkor minek írnám ezt meg? Ja, igazad van, keresünk valami mást. És akkor eltűnik napokra, aztán megjelenik valami másik dologgal, és csak azt mondja, hogy hát itt egy kutyaszőr porszívó. És sokat szóra futjuk le a köröket, hogy figyelj, értem, hogy te szeretnél ezt eladni, meg neked ez most ki van osztva, hogy ebből kell felépíteni a marketinget, de mi nem foglalkozunk olyan dologgal, aminek nincs legalább egy minimális telefonos kapcsolata, tehát amiben semmi okosság nincsen, csak egy csofat szívómotor, meg egy kefe forog benne, az nekem nem megfelelő arra, hogy az betegyük a kínálatunkba, vagy hát legalábbis úgy írjunk róla, tehát keresünk megint valami más. És akkor megint eltűnik, egy ponton tényleg kiesik egy jó akció, tehát hogy el lehet jutni arra, hogy azt mondja, hogy figyelj, itt a termék, meg azt mondja, hogy jó, az a termék, ez szerintünk is jó, de olyan is van, amikor nagyon sokat focizunk azon, hogy ő elküld valamit, amiről én nem tudom micsoda, egy headsetet, egy órát, vagy valami olyan dolgot, ami még nem volt nálunk, elküldi, hogy ez most nagyon olcsó és akciós, én megnézem, a specifikáció alapján azt mondom, hogy ez valószínűleg valid, de hát mondtam, hogy ne haragudj, de nem ismerem ezt a terméket, én nem tudom, ezt ki gyártja, nem tudom, milyen szoftver van hozzá, nem tudom, hogy működik, mennyire megbízható, milyen özözömideje, milyen a kijelzője, semmit nem tudok róla, csak azt a szöveget, amit ott írtok. Hadd ne írjam már meg, hogy ezt így akciós, mert én nem akarom azt, hogy olyan dolgot vegyenek a userek, amiről én azt sem tudom, hogy micsoda. És akkor azon is focizunk, és akkor annak sokszor az a vége, hogy akkor azt mondja, hogy jó, akkor elküldöm a terméket, és teszteljétek le, ez mondjuk is szerintem egy jó megoldás, de hát addig ugye nincs megírva, hogy akciós. Másrésztről pedig, hát van az, amikor láthatom a szemét a termék, és a múltkor tukmált pont ez a lány tabletet, hogy most ez így nagyon olcsó ez a tablet, és hogy milyen jó nézzen meg, és ugye ez a Wish tablet kategória volt, tehát ezt nem tudom, mennyire nézegettek ilyen AliExpressen, Wish-en, vagy a Temun, ugye ezek most nagyon nyomulnak, olcsó tableteket, 20-30 ezer forintos tabletek, lehet, hogy 40, és akkor 10 magas processzor, meg óriás kijelző, meg HD így, meg HD úgy, és hogyha belemész a specibe, ami vagy van, vagy nincs, vagy kamu, vagy nem, de hogyha mondjuk megtalad a normális specifikációt, akkor valami MediaTek 6572, valami szotya 13 megapixeles kamerával, egy LCD kijelzővel, és valami határszar akkumulátorral, és akkor ugye megvan marketingelve, hogy ilyen hosszú üzemidő, mit tudom én, és sokat szóra küldtem neki vissza, hogy ez a gagyi vonal, tehát ezt ne csináld, ezt ne akar ide küldeni, erről én egy büdös szót nem vagyok hajlandó írni, és nagyon nehezen mennek át. De mindegy, ő legalább régóta itt van, és ugye nagyjából látja a preferenciákat, meg nem sértődik meg, hogyha valamire azt mondom, hogy nem. Ami a többi kínai cégnél egyszerűen egy ilyen, egy csomószor azt mondják, hogy nem tudom, rosszul esik nekik, hogyha én azt gondolom már láthatlanban is egy cuccról, hogy szerintem a szar, és visszaküldöm, hogy nem akarunk ezzel foglalkozni. Előbb-utóbb azért találunk valamit, ami tényleg jó, meg ki lehet tényleg fogni jó olcsó dolgokat ezekben a webshopokban. Van egy csomó dolog, amit csak ott lehet kifogni, és Magyarországon nem is forgalmazzák. Meg van egy olyan csomó dolog, amit forgalmaznak itthon, de kínában rendeled meg sokkal olcsóbb. Na, de amire rá akartam kanyarodni, hogy az utóbbi egy hónapban porszívó ügynök lettem. Ez egy rendkívül szép karrier állomása számomra, és mindig is vágytam rá, mert valamitől, nem is valamitől, igazából valahogy úgy érzem, hogy ha egy porszívót tesztelsz, mindenki azt akarja, hogy teszteljed a tiéd, az övét is, és ugye kezdődött ez
most nem tudom, egy roidmival, vagy egy proszenikkel, nem is tudom, melyikkel kezdődött, és utána elkezdték nekem tukmálni a porszívókat, mert ugye látták, hogy van porszívóteszt a mobilarénán, ezt nem tudom, valahol felvillant egy alert náluk, hogy ide-ide lehet küldeni a porszívót, és most nagyon sok porszívóval tukmálnak. Ugye egyik-másik már meg is jelent valamilyen anyagformájába, de most azon kívül, ami most nemrég kiment, ugye a Proszenik M9, azon kívül még van egy Philips, van egy Roidmi, van egy ANO, és talán ennyi, tehát most még 3 bónusz porszívom van, azon kívül, hogy van egy sajátom is, tehát hogy tényleg a lakás, ahol élek, az úgy néz ki, hogy a fal minden pontján porszívók sorakoznak, és hol ezzel takarítok, hol azzal takarítok, tehát hogy ez egy kicsit ilyen kezd ilyen abszurdba átmenni, meg el is indítottam az összeset egyszerre, és megnézhetném, hogy mit táncolnak a szőnyegen egy Benny Hill zenére, de hogy valamitől most ez nagyon, nagyon nyomják, hogy akkor én ide lehet küldeni végre porszívót, és valaki ír róla egy rendes cikket, és nem csak leírja, hogy ilyen szívó ereje van, meg ekkor az akkumulátor is az milyen király, hanem hogy úgy foglalkozik vele. De nem tudom, hogy ez meddig fog kitartani, mert az utóbbi pár porszívóval kapcsolatban azért voltak fenntartásom, ugye a Proszenik M9-el is bőven volt fenntartásom. Az a termék, az minden szempontból egy szuper cucc lehet. Ne, ha bináris és alapvető dolgokat nem tervezési kreténséggel nem toltak volna el. Csak egy példa, de is írtam a cikkbe, hogy nem ürítette ki magát a porzsákba. Tehát oda tolatott a kis tányér, felbúgott az a nagy ház, és akkor utána ez is egy ilyen tervezési hülyeség, hogy felbúgott, és utána mondott valamit a porszívó, valami hibaüzenetet, amiből csak annyit értettem, hogy eldugult, de ez egy szép hosszú angol mondat volt, csak nem hallod, mert búg mellett az a szar éppen, tehát hogy ugye szívná ki a portartályból a port, hogy betegye a másik portartályba, és miközben ez történik, közben mond egy hibaüzenetet, amikor éppen a legis leghangosabb működési pillanatában van az egész berendezés, szóval ezt így jól sikerült megoldani, de ugye alapvetően az van, hogy nem üríti ki magát, és ugye eldugult. És ugye ez egy ilyen siló van hozzá, egy ilyen dokkolóállomás, alul van egy luk, ahol kinyomja a port, belül van egy másik luk, ahonnan meg bemegy a porzsákba, a kettő között van egy cső, és az a cső, csak úgy férsz hozzá, hogyha atomjára szeded a terméket, ami nem rendeltetésszerű, tehát hogy ez neked nem kéne, hogy feladatod legyen, hogy szétszedjél egy porszívót. De az a lényeg, hogy abba volt a dugulás. És ennek az az oka, hogy a porszívó portartálya az X milliliter, ha az megtelik, akkor azon nincs benne egy szenzor, hogy megtelt, menjek üríteni, hanem így tuszkolja bele a port még, amíg fér, és akkor az így összeáll egy ilyen masszává, és ezt a masszát próbálja aztán kilökni és benyomni a belső porságba, aminek ugye az a problémája, hogy az a rés, amin ő kitolja, az egy ilyen hosszúkás rés, és a cső, amiben végig kéne menjen a dokkolállomáson belül a porzsákig, az meg egy kerekkeresztmetszetű cucc, egy körkeresztmetszetű cső, nem olyan alakú a por összegyűlmény, ez nem is tudom, a pormassza, nem olyan alakú, ami kijön a gépből, mint ami át tud menni a csövön. Ugye nem arra tervezték, hogy ott túl sok por lesz benne, és aztán összeáll egy ilyen nagy tapadós ilyen bigyóvá, hanem arra azt gondolták, hogy itt ilyen szálló por lesz, és aztán ilyen ügyesen kiszívja. Hát csak akkor, hogyha ez a sztori, akkor érdemes lett volna úgy megtervezni a porszívót, hogy szóljon, vagy érzékelje, hogyha a portartályt kezd telítődni, mert egy bizonyos pont után egyszerűen nem tudja átlökni. Szóval tervezésbeli hiányosság, ez teljesen egyértelmű. Na mindegy, szóval hogy ez a Proszéniknek például ez volt, és ezért aztán többek között ezért sem lett nagyon jó indulatú a cikk róla, mert azt gondoltam, hogy annyi pénzre, amennyire kínálják, annyi pénzre rengeteg legalább ilyen jó, ha nem jobb megoldás létezik a piacon. Most azóta az a cég, aki ezt küldte, azóta ők nem jelentkeztek. Lehet, hogy most egy évig nem is fognak, de nem baj, mert helyette valaki más beköszönt, hogy akkor ő is küldeni a porszívóját, hogy most egy Roidmi Eve is jön, ami ugye az Evának a kis testvére, és most már ilyen porszívó expert vagyok. Ugyanabban a lakásban ugyanazt a feladatot osztom ki rájuk, ugye egy kutyával súlyosbított hajlék, tehát van mit csinálni,
szőnyeggel, felmosási lehetőséggel, küszöbökkel, több helységgel, tehát ez igazából egy ideális terület, néhány kábellel, amik itt-ott hevernek, pár kutyajátékkal, amik így random így útban vannak, tehát hogy ezeken tudnak dolgozni a porciók, és hogyha ezt a feladatot meg tudják ugrani, hogy itt rendesen kiporciózzanak, akkor azt mondom, ez a porció oké. Na most ezt eddig, hát ugye a proszénik nem tudta megoldani, az mindenhol felakadt, meg neki ment, meg ki nem ment ki egy szobából, egy másikba nem ment be. A saját magam által használt Roidmi Eva az patika módon intéz mindent, és akkor most van ez az ANU nevű termék nálunk, az olyan, hogy lengyel cég, alapvetően háztartási elektronikával foglalkoznak, de elkezdtek ők is így okosítani. Na most ez nekem ugye mindig az a, és ez egyik, nem csak az ilyen háztartási elektronikánál, hanem az autónál, meg egy csomó egyéb dolognál is, ugye ez egy fontos paramétere szerintem egy reviewnak, hogy ez az okosítás mennyire sikerült jól. Mert egy csomószor azt lehet érezni, hogy ez egy ilyen kényszer okosítás, tehát hogy a Philipsnél is ezt éreztük, hogy megcsinálták az airfryert, ami egy tök jó airfryer, és tényleg én is nagyon sokat használom, és imádom, és hasznos, de a mellé rakott alkalmazás az trágya, tehát hogy egy csomó dolgot nem tud, nem fordul el, nem látszik nagyképpen, mit tudom én, sok sebből vérzik, miközben ugye az a marketing a tervék, hogy az még okos is, csak pont az a része, amitől ugye ő többet tudna, vagy okosabb, az béna. És éppen ezért engem mindig nagyon érdekel, milyen a szoftver, és az ANO-nál ugye az a sztori van, például, hogy már nem csak egy porció van nálunk, hanem van nálunk egyébként egy okos radiátor is, amin már túl vagyok, meg már használom, meg tök szeretem, meg gyönyörű, de az ANO-nál például az a sztori, hogy az okos radiátor az adott szoftverük, az egy ANO saját szoftver, és ez biztos tök sok ideig tartott kifejleszteni, de kiderült, hogy nem, mert igazából ez egy Tuya Smart alkalmazás, csak egy másik skinnel rá van, vagy ANO, és semmilyen kompatibilitást nem csináltak meg a Tuya Smart eszközökkel. Tehát, hogy van egy Tuya Smart interfészen keresztül kommunikáló berendezésed, ami csak magával kompatibilis, és a Tuya Smart cuccokkal meg nem. Miközben ugyanazt az interfészt, meg apikat, meg minden egyebet ugyanazt használja, de hogy attól lesz exkluzív, hogy ő neki saját alkalmazása van, simán lehetett volna adni egy normál Tuya Smartot is. Na mindegy, és a porszívójuk, amit küldtek, ott volt most egy, a fórumban beírtam, hogy van egy ilyen, van-e valakinek ötlete, hogy ki gyárthatja eredetileg, mert nagyon erős volt bennem a gyanúm, hogy biztos nem a lengyelek csinálják, és akkor volt egy srác, aki beleásta magát a témába, és megtalálta az eredetit. Na de kiderült, hogy igazából ez egy Liektrox, amit nem tudom, hogy kell ejteni, mert ha francia lenne, akkor talán még lenne ötletem, de ez egy kínai cég. Szóval egy Liektrox G7-ről van szó, ez egy relatív friss termék az abban a márkanév alatt is, amit az ANO valószínűleg átvett, átbrendelt, nem tudom, átfestette a dobozát, akármi, de mindegy, szóval, hogy most van nálunk egy ilyen porszívó is, ez meglepő módon elég jól takarít egyébként, meg elég jól átmegy az akadályokon, nem számítottam rá, hogy ez ilyen frankó lesz, de jó. Jó az utc, meg tényleg szép, meg hasznos, úgyhogy abból majd lesz review, meg mondták, hogy hát videót nem akarsz róla csinálni, és én mondtam, hogy nem akarok, és akkor mondták, hogy de hát, hogy ők hajlandóak akkor áldozni némi pénzt, mondtam, hogy jó, de akkor ezt fel lesz tüntetve, hogy pénzért van a videó, jó, nem baj, csak legyen róla, jó, de szóval lehet, hogy lesz majd egy malacpersely adás az ANO RC4-es nevű porszívóból, de hogy nem tudom, szóval most nagyon sok porszióval találkoztam az utóbbi időben, tök jó, mert tényleg minden nap takarítok, tehát ez az előnye megvan a dolognak, de azért alapvetően nem feltétlenül ez az elsődleges vágyam, hogy porsziók között töltsöm az időmet, mint egy porszióügynök. Na, de könyörüljünk vissza a kínaiakhoz. Szóval a helyzet az, hogy rengeteget kommunikálok velük, és hogy amikor valaki beírja, hogy pont ennél a bringes videónál, hogy jó, hogy valaki elmondta, hogy mi a hátránya ezeknek a kínai alsópoltos elektromos bicikliknek, de az összes többi helyen, amit ő nézett review-kat, ott mind nagyon pozitívak voltak ezzel kapcsolatban, akkor igazából azt gondol, hogy abba gondolj bele, hogy az egész dolog úgy tűnik, hogy van egy gyártó, összetákol egy bringát, azt gondolja, hogy ez fasza, csinál rá szép festést, és utána ugye ezt el kéne adni. Na most ugye egyrészt kismillió egy ilyen van a piacon, tehát hogy miért pont az övét vennéd meg? Ugye az a megoldás rá, hogy egy kicsit árazzuk följebb, és a zárésből pedig meg lehet azt finanszírozni, hogy nem hirdetéseket veszünk itt, meg amott, hanem
100 embernek küldünk egy biciklit a világ minden pontjára, akinél azt reméljük, hogy ő majd azért cserébe megkapott egy bringát, vagy tök pozitívan fog róla nyilatkozni, és akkor majd ezen keresztül megveszik az emberek ezt a terméket. És ez nem csak biciklivel van így. Tehát, hogyha pont azt látod, hogy mondjuk a Kukirin, a magyarul remekül csengő Kukirin G2 Max egy hónapon belül számtalan embernél felbukon a YouTube csatornán, és mindenki teszteli, akkor az azért van, mert a Kukirin, ami ugye a Kugó nevű cég, a Kugónál azt gondolták, hogy akkor most kész az új rollerünk, és akkor terítsük úgy a piacra, hogy mindenkinek küldünk egyet belőle, aztán jönnek majd úgyis maguktól a review-k. És akkor az van, hogy egyébként ez kvázi kontraproduktív, tehát telítődik vele a user is. Egy csomószor van az, hogy azt mondja, hogy jó, hát ezt a terméket már ez is leteszteltem, már a könyökömön jön ki. Tehát még akár túlzás is ez a szórás mennyiség, amit csinálnak. De ezek így működnek, és ugye nem a marketingre fizetnek, meg nem hirdetést vesznek, meg nem a terméket fejlesztik abból a pénzből, hanem ugye nekik az a hirdetési módszerük, hogy mindenhova kiküldik ingyen, és akkor majd a YouTuber boldog lesz, és kedveseket mond róla. És akkor hát nálunk ez sokszor nem jön össze. Na most, amikor a termék jó, és azról lehet kedveseket mondani, akkor ugye nagyon nagy boldogság van a másik oldalon, hát ugye nem a központban a főnök örül, hanem az a kislány, vagy az a csávó, akinek az a feladata, hogy olyan helyekre osszak ki a terméket, hogy minél inkább pozitívak legyenek a review-k. Hát, és ha mi nálunk pozitív jelenik meg, akkor ők nagyon boldogok, nagyon köszönik, és akkor már küldik a következőt, és egy csomószor előfordul, hogy a következő az egy kalapszar. Kiküld valamit, az előző terméketek tök jó volt, ez, amit most küldtetek, ez vagy rosszul van megtervezve, vagy rosszul működik, de egyszerűen túl drága ahhoz képest, amit tud, vagy selejtesen van összerakva, nem tudom, és akkor lesz egy negatív review, vagy hát legalábbis lesz írva, hogy rengeteg hibája van, és akkor megint az lesz, hogy nem fogják érteni, na hát kész, nem értik. Szóval, amit szeretnék összességében elmondani, hogy én látom azt, hogy ezek a kínai webshopok, a kínai gyártók, főleg ugye a B-vonalból, ő nekik ez a módszerük, hogy nagy tételben osztják a bizbaszokat, és akkor megörülnek, hogyha erről lesz egy jó review, de kicsit el is várják. Másrészt pedig megpróbálnak téged motiváltá tenni, mármint a youtubereket, meg az influencereket, hogy pozitívat nyilatkozz a termékről, mert vagy affiliate témában érdekelt vagy abban, hogy azt valaki megvegye, vagy pedig hát ugye nagyon örülsz neki, hogy kaptál ingyen egy bármit, és ezért cserébe te elnézel bizonyos hibákat. Ingyen én is elnézek hibákat, ez nyilvánvaló, csak ugye nekem most az álláspontot kell fölvennem, hogy mondjuk lehet, hogy költöttem oda rá pár százezer forintot, akkor már nem lennék olyan boldog, de sajnos ez a módszer, ez jelen van, most már nagyon mindenki csinálja, minden kínai webshop, minden kínai kerékpáros, bringás, porsziós, lézergravírozós, mindenféle dologgal foglalkozó cégek ezt csinálják, mert ez vált be, ez a legolcsóbb megoldás, és sajnos nagyon erősen torzítja a különböző teszteknek a hitelességét. Nem tudok ezzel mit csinálni. Én csak azt tudom csinálni, hogy mi úgy csináljuk, hogy eddig csináltuk. Remélem, és egyébként azért van egy bázis, aki ezt most már felhasználói bázis, aki ezt most már szerintem látja, de remélem, hogy ez már középtávon is egy megterülő dolog, hogyha mondjuk az van, hogy egy illető lát egy tabletről, egy telefonról, egy rollerről, egy robotporszívóról, egy bármiről, látja, hogy most sok helyen van róla anyag, akkor összerakja, hogy valószínűleg azért, mert most küldött piacra, és mindenhol elküldték tesztre, és abban bízom, hogy egy idő után relatív egyértelmű lesz, vagy remélem egyértelmű lesz, hogy meg lehet nézni mindenféle ilyen örömködős videókat ezekről a termékekről máshol, de hogyha te azt akarod tudni, hogy mi a rossz oldal ennek a terméknek, akkor majd eljössz ide, és akkor meghallgatod azt is. Viszont nem lesz minden termékről ilyen. Főleg azért, mert hogyha egyszer csinálunk egy ilyet, akkor egy évig ránk se néznek, ugye az a gyártó, de amikor az van, hogy ilyen nagy tételbe szólják az izéket, és nekünk is jut belőle, akkor valószínűleg mi leszünk az egyetlenek, akik azt mondják, hogy ezt lehet, hogy nem kéne megvegyed, vagy megveheted, de tudjad, hogy ez meg ez a problémája, és olyan dolgokat is szeretnénk elmondani, amik máshol nem hangzanak el. Na, tudom, hogy ez a műsor nem volt
túlságosan szakmai, mert igazából ez a másik része ennek a történetnek, hogy én akkor szeretek, most már ugye úgy álltunk át ebbe a mobilon a YouTube csatornán, hogy vagy van a Rapid Test, vagy van a magazin, meg néha Malacpersely, akkor szeretek magazin csinálni, hogyha van apropója, tehát hogyha vannak olyan dolgok, amik miatt ezt érdemes, tehát történik valami, bejelentenek valamit, változik valami a piacon, nem nagyon, eléggé most be van állva így évvége felé ez a piac. Nincs már ugye új termék, ugye a Xiaomi 14-ről lehetne beszélni, de hát az ugye egyelőre China only, és majd valamikor február végén Barcelonába szerintem hozzák majd Európába is. Másnak meg nem nagyon van bemutatója. Ugye az a szomorú, hogy ilyenkor szokott volt lenni az Oppo nagyszabású éves rendezvénye, de hát az Oppo-t azt kiseprűzték Európából, szóval hogy az lehet, hogy van rendezvényük, de fogalmunk nincs. Meg ugye hát van OnePlus Open, amit én nagyon-nagyon szeretnék kipróbálni, de egyszerűen nem hozzáférhető, és most már Tekketulacival is összedugtuk a fejünket, meg a Bónnal, mindenki minden OnePlus kontaktját, amikkel az elmúlt 5 évben beszélgetett, mindenkit megpingeltünk, hogy ez a OnePlus Open, ez minket érdekelne. És vagy visszapattan a levél kapásba, hogy nem létezik a címzet, vagy nem pattan vissza, de soha nem kapunk választ. Tehát a OnePlus is úgy eltűnt Európából, hogy semmilyen PR-t és marketinget nem csinálnak itt, és éppen ezért a OnePlus Open sem nagyon tudunk szerezni, pedig azt szívesen tesztelnénk. És szükség is lenne rá, hogy legyen egy OnePlus Open ezen a piacon, mert ugye még mindig a Galaxy Fold az egyetlen szétnyitató telefon, amit lehet kapni Európában. Ugye majd most a Honor V2 az lesz egy ellenfele, meg legutóbb elhangzott a Xiaomi Magyarország eseményen, hogy lehet, hogy a Mix Fold 3-at behozzák Európába. Ugye ott van az Oppo-nak, meg a OnePlus-nak a nagyon hasonló telefonja, de azok szintén nem jönnek. Tehát ugye a Google Pixelt sem lehet kapni Kelet-Európában. Bár most ezzel kapcsolatban lehet, hogy van változás, mert ugye úgy néz ki, hogy az új szoftverben már egyrészt fölmegy a Magyarország 5G-kre a Google Pixel is, ami azért jelent valamit. Másrészt meg, minthogyha úgy néz neki, hogy talán kiterjesztik az értékesítési területet Kelet-Közép-Európára is Google-ék, és akkor a pixelek hirtelen hivatalos formában is megjelennek, de ne szaladjunk ennyi előre, várjuk meg, még ez tényleg megtörténik. De egyelőre tényleg az a helyzet, hogy van egy Fold, és kész. Tehát hogy ez az egy verziód van, hogyha hivatalos magyarországi forrásból szeretné venni egy összecsukott telefont, vagy szétnyitatót inkább, és... Erről eszembe jut, hogy egyszer láttam a Maksa híradót, sokszor láttam a Maksa híradót, és az egyik legjobb poén az volt, hogy vagy egy apró hirdetést olvastak be, hogy összecsukható babokocsit cserélek szétnyithatóra, és kicsit az összecsukható telefonokkal kapcsolatban is ez a benyomásom, hogy igazából van az a pont, amikor a Fold, egy Fold 2 nem nyílik ki teljesen, viszont össze lehet csukni, tehát hogy a összecsukható Fold 2-t cserélnék szétnyithatóra, az egy jogos és nem csak hülye poénként elhangzó hírt is lehetne. Na, de nem is az a lényeg, hanem hogy nem tudunk szerezni ilyen tesztkészülékeket, meg azt akartam még mondani, ugye, hogy kicsit be van állva a mobilpiac így az év végére, ugye alapvetően az van, hogy azok a termékek, amiket most ismerünk, és már teszteltük, azok lesznek benne a karácsonyi szezonban, és azok közül kell majd válogatni, meg azok kapnak majd akciós árat. Ugye van még egy-kettő, még nem érkezett meg, ugye a G84 már megérkezett, csak egyébként most próbáljuk tesztelni, de megkaptuk a tesztkészüléket, és kóddal van lezárva, mert az előző tesztelő cseszett rá, és nem bírta kinullázni, illetve nagyon várjuk a Galaxy S23 F-et, ami még szintén egy ilyen karácsonyi slágertermék lehet a high-end-ebb kategóriában, de egyébként minden más, amit el akarnak adni a cégek a Q4-ben, azok már megérkeztek, és nem várunk új termékeket. Tehát ez emiatt tényleg az van, hogy igazából nincs nagyon újdonság, amiről tudnék beszélni, de közben történt egy furcsa fejlemény, ami így elsőre scary-nek hangzik, de úgy másodjára már, hogy elmondom, hogy mi a helyzet, akkor nem. Megkeresett a NAV. És ez az emberek 99%-ánál azt jelenti, hogy összeugrik a gyomrod, mert valamit fizetned kell, valamit nem jól csináltál. Szóval én is egy kicsit így hát nem éreztem jól magam, de azért keresett meg a NAV, mert meghívtak előadónak egy ilyen szakmai napra, ami hát ilyen IT-s dolgokkal foglalkozik, és
És én ezt a felkérést, ezt örömmel elvállaltam. És ez nem sokkára lesz ez a rendezvény, és én azt beszéltem meg velük, hogy én ezt szeretném videóra venni, neked ugye a hangfájl is, és utána, hát ezt kirakom ide a mobilon a YouTube csatornájára, szóval egy ilyen content lesz, ami Bogan Avnál előadást tart, és akkor ezt majd meg lehet nézni. Illetve ami mindenképpen még ennek a hónapnak a munkája, hogy tavaly is csináltunk egy karácsonyi ajánlót, amiben összeszedtük az éppen aktuálisan kategóriánként legjobb vételeket, és ezt szeretném idén is megcsinálni, mert úgy láttam, hogy hasznos, sokan nézték, sokan kommentáltak, sokan megköszönték, úgyhogy ez idén sem marad el, tehát ez a két content, ez biztos fog még jönni, de egyébként még mi lesz itt a Mobilona magazin területén, azt nem tudom. Azt tudom, hogy ez egy nagyon csapongó műsor lett, nagyon sok témát érintettem, nem volt igazán neki íve, hanem hát egy teljesen randomnak tűnő dolog, viszont annyi minden felgyűlt itt ilyen kínai kapcsolatok kapcsán az utóbbi időben állam, hogy most már azt gondoltam, hogy legyen róla egy Mobilona magazin. Ha nem érdekelt, mert te inkább szakmai dolgokról akartál hallani, ezt tökre megértem, és majd igyekszünk olyat is csinálni. Ha meg végignézted és eddig kitartottál, akkor nagyon hálás vagyok, és tartsd meg jó szokásodat. Viszont lezárom, mert szerintem ez a random szájtépésem is tök sokáig tartott, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és sziasztok!